Összesen 452 kisgyermek kezdte el az óvodát szeptemberben a hajdunálási központi intézményekben. Az új nevelési év zökkenőmentesen indulhatott, mivel minden feltétel adott volt. 452 gyerek kezdte meg szeptemberben az új nevelési évet. Ez egy kicsit magasabb, mint a korábbi években, de úgy gondolom, hogy a személyi és tárgyi feltételek teljes mértékben biztosítottak a tanévkezdésre. A gesztenye, napsugár, szivárvány, eszterlánc és gyermekkert, valamint a tedei 7 színvilág óvodák szinte teljes kapacitással működnek. A törvényileg meghatározott 25 fő per csoport létszám több helyen is elérte a maximumot. A gyerekek kis, középső, nagy, valamint vegyes csoportokba járnak életkoruknak megfelelően. Gyakorlatilag majdnem minden tagintézményünkben a teljes létszámmal mennek az óvodai csoportok. Üres férőhely van még a Napsugár óvodában, az Attila utcán és a 7 színvirág óvodában Tedelyen. A többi tagintézményben szinte a törvény által meghatározott maximális 25 fő létszámmal indultak a csoportok. Ebben vannak homogén csoportok, ahol kis, középső és nagy csoportos életkorú gyerekek külön nevelődnek, illetve 11 csoportunkban, vegyes életkorú csoportban járhatnak a gyerekek, de mindenkit megnyugtatok, ugyanúgy felkészítjük őket az iskolai életre, mint hogyha homogén életkorú csoportban járnának a gyerekek, hiszen nem életkoronként, hanem egyénenként differenciáltan foglalkozunk a gyerekekkel. Óvodánkénti megoszlása a Szivárvány tagintézményünkben, ez a Nikodémusz utcán van, ott 3 óvodai csoportot találhatunk, aztán itt a Gesztenye virág tagovodában, illetve Székely óvodában 4 óvodai csoporttal indultunk, a Napsugár óvodában 3 csoporttal, itt homogén életkorúak a gyerekek, illetve Eszterlánc óvoda a Kassa úton, amelyik 4 óvodai csoport, a Dorogi úton pedig a gyermekkert tagintézményünkben 5 óvodai csoporttal indultak a csoportok, az óvodai csoportok, illetve 1 vegyes életkorú csoport az a 7 színvirág óvoda Tedelyen. Óvodapedagógusok, dajkák és pedagógiai asszisztensek foglalkoznak nap mint nap a gyerekekkel, hozzájárulva a fejlődésükhöz és az iskolára való felkészülésükhöz. Személyi feltételeink adottak ahhoz, hogy, mint említettem, hogy elinduljanak a nevelőmunkát érdemben segítő kollégák létszáma is adott volt, tehát 20 óvodai csoportban 20 dajkanéni, 6 pedagógiai asszisztens fogadta a gyerekeket. Óvodai csoportonként 2 óvodapedagógus kezdte meg a nevelő munkát. Vannak, akik nyugdíjba mentek, helyettük új kollégákat sikerült alkalmazni, illetve gyeden és tartós betegségben kollégákat, helyettesítőket tudtunk fölvenni, fiatal gyakornok, pályakezdő kollégánkat, akiket segítjük beilleszkedni, és a pedagógiai programunk ismertetésével, illetve az ő beilleszkedésüket a szakmai munkába mentor pedagógusok segítik. Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, szüleim kertében most élni akarok. Ki akarok élni, mint pünkösdi rózsa, neki nem ihatok, csak úgy illatózok. Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok, szüleim kertében most élni akarok. Ki akarok élni, mint pünkösdi rózsa, neki nem ihatok, csak úgy illatózok. A foglalkozási ágak ez műveltség tartalmanként meghatározottak, tehát itt a mesevers kezdeményezésektől kezdve a mindennapos mozgáson át a kötelező és egyedüli foglalkozása kötelező a testnevelés, tehát ilyenkor minden gyereknek részt kell ezen a tevékenységben venni. Aztán énekzene, dalos játékos kezdeményezések, ábrázolás, kézi munka, vizuális tevékenységek jelennek meg az óvodai életben, és hát a legfontosabb, amit ki ne felejtsük, a játék, hiszen a játékban ágyazottan történik a gyerekek fejlesztése, ezért nagyon fontos az, hogy minden nap mély és tartalmas játék lehetőségeket biztosítsunk és teremtsünk meg ezeket a feltételeket a gyerekek számára.
Rengeteg színes program várja a gyerekeket az év folyamán. Hagyománynak mondható már az oviuniális, a farsang vagy az őszi játszóház is. A különböző ünnepekre szintén lelkesen készülnek az apróságok a nevelőkkel, legyen az akár Mikulás nap, karácsony vagy húsvét. A nevelési évben rengeteg színes programmal várjuk szintén a gyerekeket. Hagyományos programjaink a játszóházak, az őszi játszóházak, kirándulások, ilyenkor ősszel még aztán hát nagyon várják a gyerekek nyilván a Mikulást, a karácsonyi ünnepségeket, a farsang, hát ez kiemelkedő jelentőséggel bír a gyerekek életében a télbúcsúztatás. Ezután következnek az anyák napja, évzáró ünnepségeink, és hát hagyományosan részt veszünk a városi gyermeknapi programokba, az oviuniális megrendezésre kerül, és hát ő tavasszal, ugyanúgy, mint ősszel, mikor az idő engedi, nagyobb gyerekekkel kirándulásokat tervezünk, a városban a szülőknek a munkahelyére tervezünk megismerő, tapasztalatszerző, élményszerző utakat, ami nagyon fontos, hogy bele láthassanak a gyerekek a szülők életébe, és ezt a játékba be tudják építeni. Ezen kívül kiemelt a külső világ tevékeny megismerése, a környezetvédelemre, a matematikai összefüggésekre való odafigyelés, ami szintén ilyen tapasztalatszerző utak során tudnak a gyerekek még mélyebbé beépíteni a kis személyiségükbe. Ezúton is szeretném a szülőknek a támogatását és együttműködését megköszönni, amit a Hajdunánás Jóvoda évek óta tapasztal, és nincs olyan kérés, amit a szülők számunkra ne teljesítenének a gyerekek nevelésének szempontjából. Tehát bizonyára, ha ilyen kérésünk van, hogy a Malomba vagy bármelyik munkahelyre szeretnénk bepillantani, akkor ők készségesek lesznek, úgyhogy ez a remény is, mint programszínesítés biztos, hogy valóra válhat. Óvodakötelesnek azok a gyerekek számítanak, akik 2017. augusztus 31-ig betöltötték a harmadik életévüket. Sajnos voltak olyan kisebb gyerkőcök, akik így nem kerültek felvételre a kívánt óvodába a túljelentkezés miatt. Folyamatosan lehet jelentkezni az ovikba, mivel szabad helyek esetén azonnal lehet csatlakozni a csoportokba a kicsiknek. Az elmúlt évekhez képest most több óvodás korú gyereket tudtunk fölvenni, és az a helyzet is előállt, hogy azok a gyerekek, akik január után töltik be a harmadik életévüket, nem feltétlenül tudtak bekerülni még az óvodai nevelés létszámába, attól függően, hogy hogyan változik a lehetőség, és esetleg gyerekek elköltöznek, vagy más városba, vagy külföldre költöznek, annak függvényében ők is bekerülhetnek még az óvodai létszámba, hiszen az óvodában folyamatosan történik a beiratkozás, és óvodakötelezettek azok a gyerekek voltak, akik 2017. augusztus 31-ig betöltötték a harmadik életévüket, akik utána töltötték be. Azok még bölcsődéskorúaknak számítanak a törvény értelmébe, de ha van szabad helyünk, akkor fogadjuk őket, és ugye nekik csak a következő nevelési évben, tehát 2018. szeptember 1-ével kötelező óvodába járni. Ezért szeretném ezt, hogyha megértenik a szülők, hogyha van helyünk, és van szabad hely a kívánt óvodába, mert ez is nagyon fontos, hogy más óvodában lehet, hogy van férőhelyünk, de nem biztos, hogy a szülők azt az óvodát szeretnék. Akkor viszont várni kell a következő nevelési évig, hiszen mi elsősorban azokat a gyerekeket vettük föl, akik 2017. augusztus 31-ig betöltötték a harmadik életévüket, mert a köznevelési törvény ilyen módon szabályozta ezt a kérdést. A gyerekek tehát megfelelő szakemberek és nevelők szárnyai alatt fejlődnek, okosodnak, és ami a legfontosabb, rengeteget játszanak és munkáznak.